Zsigmond Dezső egy. Filmes lehessek, ahhoz nagyon-nagyon sok mindenen át kellett esni. Hát akkor mi a Balázs Béla stúdióban ajtónálunk voltunk szinte, ami azt jelentette, hogy akkor volt a Bódi Gábor, a Hugóék, Dárdaiék, a Gulyásék, egy csomó nagy ember, és hát örültünk egyáltalán, hogy az ajtóba, idézőjelben az ajtóba megállhattunk. Amikor az Ez zárkózott ügy című filmünket csináltuk, hosszú ideig forgattuk a Gyöngyös halászon, az első magyar igazi civil megmozdulás, egy kis falu megmozdul és visszaköveteli a felülről leváltott tanácselnökét, leforgattuk a falu lázadást. Ti mennyire voltatok tisztában avval, hogy milyen politikai közegbe mozogtok, hogy mekkora követ dobtatok ebben az akkori állóvízbe? Mennyire tudatosan politizáltatok a kamerával? Figyelj, ha őszinte akarok hozzá lenni, akkor egyrészt természetesen bennünk volt valamiféle dac, mindkettőnkben, Erdély Jánosban és bennem is, az akkori politikai élete szembe. Hát nézd, azért nem múlik el az, hogy édesapám 4 évig börtönben volt, 5 évet kapott, és ez azért a mi családi életünket is meghatározta. A Csányi és a Gyöngyöspatai templomok hatására is találtuk ki azt Erdély Jánossal, hogy egy sorozatot készítünk az ország kis templomairól, és a kis templom körül fellelhető emberi világokról. Én a 70-es években jártam először Szatmárban, és akkor fogott meg a Tisza kép, a Tiszának ez a gyönyörű kép, a Púrnak a kép. Lehet, hogy más nekem is annyira gyönyörű, de nekem nagyon. Nekem Szatmár tényleg a fogadott szülőhazám. Rengeteg filmet csináltunk itt. Úgy hívtak minket, hogy a tévések. A Requiem a Szatmári csordákért című filmben volt egy jószág szállítás, hogy, úgy van, hogy az öreg mamának, is a szemét megmutatta, meg a tehénnek is, amikor az öreg mamának az utolsó tehenét szállították el. Kelet felé indultunk el, eljutottam Szatmárba, azután nagyon szerettem volna Erdélybe eljutni. Megismerkedtem, hogy hogyan kaibáznak. Én egy kaibában próbáltam átélni azt a sorsot, amit a kaibás embereknél láttam, és egyik nap látom ám, hogy egy kisfiú föntről a magasból integet nekem olyan szintkülönbséggel, hogy szinte alig láttam. És mondom, mit akar? Gyűjjön már föl! Akkor ismerkedtem meg Karácsony Emilkével, az Aranykaiba című filmen főhősével, de akkor még egyáltalán nem gondoltam a filmre. Fölhúzott, fölmentünk, és egyszer csak egy elképesztően szép hegyi világban voltam, ahol szabadon járkáltak a tehenek, szabadon járkáltak a lovak. Annyira örülök, hogy az egész Kárpát-medencébe és szerte a világon Emilke belopta az emberek szívébe magát.